Think for yourself. Question authority. Think for yourself. Question authority. A következő feladatunk az alábbi integrálnak a meghatározása. Látjuk, hogy alul és felül is valamilyen lineáris kifejezésünk van, azaz azt tanultuk az órán, hogy ilyenkor, ami szám, vagyis amilyen számok az x előtt állnak, azzal beszorozzuk az integrált, majd az integrálon belül ennek a reciprokával visszaszorzunk, ugye mivel az olyan, mint egyel szorzunk, mint hogyha semmit nem csináltunk volna. És leírjuk ugyanúgy változatlanul a törtet. Az integrál előttivel semmit nem csinálunk, majd elvégezzük az integrálon belül a szorzást, lesz 6x plusz 10 törve 6x plusz 3. És pont ezt szerettük volna, mivel felül és alul is ugyanannyi x-ünk van, azaz, lemaradt a 3 2-ed, ugye azt cipeljük magunkkal, és most már a következő lépésben, ami a nevezőben van, ugyanazt szeretnénk a számlálóban is kialakítani, tehát a nevezőt változatlanul leírjuk, és ugyanezt felülre is leírjuk. 6x plusz 3, majd korrigálunk, ugye itt plusz 10-ünk van, de eddig csak plusz 3-at írtunk le, tehát még 7-et hozzá kell adni. Ugye innen már látjuk, hogy ez itt egy, és még maradott valami, amit mindjárt kiszámolunk, ugye a 3 2 az továbbra is az integrál előtt az marad, tehát itt lesz 1, meg a maradék 7 per 6x plusz 3. És ugye ezt már le tudjuk integrálni, hogy ez lesz 3 2 1-nek az integrálja x plusz, ez 7 per, tehát 7-szer, valami 1 per x-es kifejezés, annak tudjuk, hogy az integrálja elem, és akkor 6x plusz 3, tehát az a kifejezés, 6x plusz 3, osztva x-nek az együtthatójával, tehát osztva 6-tal, és akkor plusz c.